Unalmában okozott pánikot egy budapesti bevásárlóközpontban egy pénzszállító. A férfi azt hazudta, hogy ki akarta rabolni egy késes támadó, de ő hősiesen megfutamította. Az őrnek ma már az lehet a legkisebb gondja, hogy egy ország nevet rajta. A büntető ügyön túl is sokba kerülhet neki ez a rabló mese. A pénzszállítók táskáját festékpatron védi, hiába veszik el tőle, nem tudnak mit kezdeni a zsákmánnyal. Épp ezért volt első hallásra is furcsa, amikor múlt hét szerdán egy pénzszállító biztonsági őr azt mondta, hogy megtámadta egy késes férfi az egyik fővárosi bevásárlóközpontban. Az őr ráadásul állítása szerint akcióhőshöz illően puszta kézzel tette ártalmatlanná a rablót. Mindezt fényes nappal, délután 3-kor. Az áruházat 2 órára, pont a csúcsidőben lezárták a rendőrök, és bár a boltok nyitva maradtak, új vásárlók nem mehettek be az épületbe. A kereskedők vélhetően jelentős forgalomtól estek el, a rablót nem találták meg. Másnap aztán a rendőrség bejelentette, hogy nem történt rablás. A pénzszállító biztonsági őre találta ki az egészet, hogy felvágjon a társa előtt. Elismertségre, izgalomra vágyott. Ő úgy fogalmazott a kihallgatásán, hogy csak be akartam vágódni a kollégámnál. A biztonsági őrt hatóság félrevezetésével gyanúsítják. Ez tényleg nagyon érdekes. Normális ember nem teszi ilyet, gondolhatná a laikus. Mi azonban a profit kérdeztük. Komóci Mihály pszichológus, többek között ő vizsgálja, hogy a biztonsági őrök alkalmasak-e fegyverviselésre. Arról szól a vizsgálat, hogy akkor abban az időben, amikor én néztem és vizsgáltam, akkor őt alkalmasnak tekinthető. Nem tudjuk, hogy mi történt az elmúlt időszakban a biztonsági őrrel. Lehet, hogy szétesett a családja, elbukta a lakáshitelét, vagy meghalt egy közeli hozzátartozója. De az is lehet, hogy csak elege lett. A pillanat van egy kicsit, azt szoktam mondani, egy ilyen érzelmileg akcentuált állapot, amikor azt akarom, hogy rám figyeljenek, és mondok valamit. Nem is mérlegelik azt nagyon sokszor, hogy ennek jogkövetkezménye lehet. Mondanak valami ortári nagy hülyeséget. A szakértő szerint ez nem intelligencia és nem személyiség kérdése. Visszatérünk még rá, hogy mi hozhatja ezt ki az emberből. Hatóság félrevezetése, amikor úgy általában... A biztonsági őr hatóság félrevezetéséért akár 2 év börtönt is kaphat, ám a Kékfény által megkérdezett ügyvéd szerint nem szoktak ilyen súlyos büntetést kiróni ezért a bűncselekményért. Figyelembe lehet venni azt is, hogy milyen következményekkel járt a bűncselekmény elkövetése, mekkora erőket kellett mozgósítani, a maga a büntető eljárás az ténylegesen milyen fázisba jutott el, a bírói gyakorlat az, hogy végrehajtandó szabadságvesztést a ritkább esetekben alkalmaznak. Hatóság félrevezetése miatt minden évben 3-400 eljárás indul, bár 2019-ben csak 189 ilyen ügy volt. Nem tudjuk, mennyibe került az Árkádnál lezajlott akció. Szerettük volna megkérdezni, hogy évente mekkora kapacitást kötnek le a rendőrségen az ehhez hasonló fals bejelentések, de most nem tudtak nyilatkozni. Az általunk megkérdezett szakértő szerint egyébként nem jellemző, hogy a rendőrség kártérítést kérne az ehhez hasonló ügyekben. A katasztrófa védelemnél viszont mindig behajtják a számlát. A tűzoltók minden nap kapnak 2-3 kamuriasztást, vagyis évente 5-600 esetben vonulnak ki rosszindulatú vagy viccesnek szánt bejelentések miatt. Ilyenkor a katasztrófavédelem mindig feljelentést tesz az illetékes rendőrkapitányságon. Az eredményes rendőri munkát követően a bíróságok jellemzően pénzbüntetésre vagy közérdekű munkára ítélik ilyenkor a felelőtlenül telefonálót, és még az okozott kár mértékét is meg kell fizetni, ami nem más ilyenkor, mint a tűzoltó gépjárműveknek a vonulása. Már egyetlen szerkocsi elindítása is 20 000 forintba kerül, de ha valaki olyan katasztrófát hazudik, amihez nagyobb erőkkel kell kivonulni, az ár a többszörösére nőhet. Vonulás költsége az 20 000 forinttól akár 500 000-ig is terjedhet. Magyarországon rengetegen szórakoznak hamis bejelentésekkel, a 112-es központot is nagyrészt ilyen hívásokkal terhelik le. A rablómesével szórakozó biztonsági őr valószínűleg felfüggesztett börtönbüntetést kap, de nem ússza meg ennyivel. Mi az, ami legfontosabb pont egy biztonsági őrnek? A megbízhatósága. Az a legfőbb erény. Azt egyszer veszíti el valaki biztonsági őrként,
onnantól kezdve ezen a pályán neki nincsen tovább. Ráadásul a jogász szerint a csúcsidőben bezárt áruház beperelheti kártérítésért a biztonsági őrt. Itt a jelen esetben az én véleményem szerint, ha valaki a bevásárlóközponttal kapcsolatban tesz egy olyan bejelentést a rendőrségen, hogy őt kirabolták, akkor alappal kell számítania arra, hogy le fogják zárni az egész bevásárlóközpontot, illetve látogatókat, vevőket, vásárlókat sem fognak beengedni. Ez tehát mindenféleképpen alapja lehet egy későbbi kártérítési felelősségnek. Ezen a ponton fontos tisztázni, hogy a hatóság félrevezetésének büntetét csakis az követi el, aki tudja, hogy hamis bejelentést tesz. Például abban az esetben, ha azt látja valaki, hogy fuldokol egy másik személy a vízben, de nem tudja, hogy esetleg csak játszik, és emiatt hívja ki a rendőrséget vagy a vízimentőket, akkor ezzel természetesen nem követi el ezt a bűncselekményt. Ha úgy érzik, baj van, mindenképpen hívják a rendőrséget, nem vonják önöket felelősségre, akkor sem, ha tévednek. A rablásról hazudozó őr utólag annyit mondott, azért tette, mert unalmas volt az élete, és végre egyszer ő akarta hős lenni. A szakértő szerint ez egy nagyon is elképzelhető indok. Lehet, hogy csak monotonnak érzi az életét, és unalmasnak. Megpesdítjük valamivel. Felnőttként nagyon sok ember nem azt az életet éli, amit gyerekként elképzelt magán. Valaki tud kompromisszumot kötni, és megtalálja azt az életben, ami azt mondom, hogy jó, rendben, és megvan benne az örömöm, vagy az, hogy félrecsúszott az életem, és próbálok valami ilyen megoldást keresni, hogy felhívom a figyelmet, hogy igen, én létezem, és itt vagyok, és én egy értékes ember vagyok, és fontos vagyok. A szakértő szerint azonban sokan nem találják meg az útjukat, alkoholba vagy drogokba folytják a bánatukat. És az sem ritka, hogy őrült húzásokkal próbálnak kitűnni.